A passzív szemét kell elfognia, egy erőteljes fogással ugye, így, hogy mondjam, likvidálnia a személyünket. Azt is fogjuk látni, hogy ugye itt láttátok a zsákmány szerző ösztön, hogy működik a kutyába. Megszerezte a védőkart, az már az övé volt, büszkén vitte, ez az én zsákmányom. Ez a cipelés, ez is egy ösztönös dolog a kutyáknál. Itt most azt fogjuk látni, hogy ezek a fiatal kutyák, akik ilyen célokra készülnek, hogy ők védő ösztönből dolgoznak. Fogjuk azt is látni, hogy ha a zsákmányt megszerzett egy darabot az alapból, nem fogja érdekelni, nem azt fogja cipelni és annak örülni, hanem folyamatosan ugye a szemét szeretné minél jobban megharapni, minél jobban legyőzni. Ez egy dominancia harc is, hiszen itt a kutya folyamatosan győzedelmeskedik, és folyamatosan ugye mindig úgy fog elkerülni a helyére, hogy egy pozitív élménnyel, tehát megint egy sikerélménnyel kerül vissza. Kirát fogjuk látni, Kira egy belga ruhát kuka kutya, ő most 8 hónapos, keresési feladatokra is van képezve, de most ugye a képzésnek azon a szintjén van, amikor már ezt az őrzővédő erőteljes feladatokat is véghez tudjuk. Ugye látjuk, hogy a személy nem mozog, nem hívja meg a kutyát, hogy gyere és itt vagyok és harap meg. Ő csak ki lett jelölve számára, és ugye már most ilyen kiskorban lehet látni, hogy milyen erőteljes fogásokat tud végrehajtani. Ugye itt van, amiről beszéltünk, hogy nem a zsákmány a lényeg, amit ugye sikerült megszereznie, hanem ugye az a lényeg, hogy a szemét elkergesse, és jözzön felette. Ugye itt van még az a része, amikor a Norbi felkapja a kutyát a hátára, és figyeljétek, mert felkapja, és úgy viszi el a helyére. Igazából ahhoz a szituációhoz tudom ezt hasonlítani, amikor a kocsmában olyan jó kis erőteljes úriemberek egymást ugye visszafogják, hogy nem, én meg velem, nem. És körülbelül úgy így ebbe a szituációban van elrakva, hogy nagyon ügyes voltál, nagyon-nagyon győztél, de most mész vissza szépen a helyedre, vissza szépen pihenni.